Meglepő győzelmet arattak Galacon a Csíkszeredai Sportklub jégkorongozói. Leo Gudás csapata 3-2-re nyert a Dunarja ellen, és ezzel megerősítette második helyét a belföldi rangsorban. A találkozón a házigazdák ütötték az első gólt, majd 2-1-re is vezettek. Az utolsó harmadban azonban fordított a sportklub. A mérkőzés a MOL Ligában is számít, ami rosszul jön a rájátszásért küzdő Galacnak, míg a sportklubnak már gyakorlatilag nincs esélye az első 8 közé jutásra. Ami a belföldi bajnokságot illeti, az alapszakasz a végéhez közeledik, és Brassó Galac, illetve sportklub Gyergyószentmiklósi Progim elődöntők körvonalazódnak. A spanyolországi Zaragozában edzőtáborozik a Székelyudvarhelyi kézilabdaklub kerete, amely több felkészülési mérkőzést is tervbe vett. Vlad Kábel csapata két élvonalbeli csapattal, az Anaitasunával és a Huescával, illetve a francia másodosztályos Billerével játszik. Az első hivatalos meccs február 1-én vár a csapatra. Konstancán mérkőzik meg a Dél-Dobrucsával a Románia Kupa 8-ad döntőiben. Egy jó verseny emlékével érkezett haza Dél-Amerikából a szatmárnémeti Gyenes Emmanuel, aki a Dakar Rallyn a 17. helyet szerezte meg 175 induló közül. A motoros azonban jövőre javítani akar. Jól éreztem magam a versenyen, néha meg nem annyira jól, mesélte a híradónk által megkeresett Gyenes Emmanuel. Utóbbi kijelentésével elsősorban arra az egyórás büntetésre utalta, amely megakadályozta, hogy még néhány helyen előbbre végezzen az összetett rangsorban. Ettől azonban ugyanolyan lelkesedéssel motorozott, mintha nem lett volna az a büntetés. És hogy mi kellene ahhoz, hogy még előrébb lépjen és a legjobb 10 közé kerüljön? Sokkal több edzés, már úgyhogy több mégis pénz, persze, hogy tudjuk menni, több sivatagi versenyre. Hogy évközben még járnak ilyen versenyekre, mert csak Dakarra menjek. Szerintem ez hiányzik ahhoz. Hozzátette, ettől függetlenül jövőre is szeretne részt venni a Dakaron, és a lehetőségekhez mérten ennél jobban teljesíteni. Ez persze a támogatóktól függ, csak azt követően fogják megbeszélni az eredményeket, és azt, hogy milyen stratégiát követnek idén. Ő azonban mindenképpen szeretne indulni a 2018-as Dakaron is, és javítani az eddigi legjobb helyezését, a tavalyi 14. pozíciót az összetettben.